Sziasztok, kedves barátaim! Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Sokan kérdeznek most, mi a jó, vagy van több típusú, és mindegyik jó-e, akik fekszenek valaki. Korán este fekszik valaki, korán reggel fekszik, úgynevezett bagoly. Létezik olyan vélemény, hogy hát igen, relatív. Valakinek jobb így, valakinek úgy jobb, ezért szerintem belefér minden. Mert több típusú ember van. És ez minden lenne jó is, és igaz lenne, hogyha nem lennének univerzális törvények. Ma gondoltam, megvizsgáljunk veletek együtt, egy kutatást, nyomozást végezzünk, hogy tényleg-e jó ez a sokféle szerűség, hogy valaki ilyenkor fekszik, valaki olyankor. Na nézzünk meg! Természetesen az alapnak veszünk a védikus szentírásokat, akár fogjunk a Bhagavad Gitát. Bhagavad Gita azt mondja, hogy az ember cselekedete általában 3 szinten történik. Mik ezek a 3 szintek? Adibhutam, ez azt jelenti, hogy a test szinten, adibhutam. Adidaivam, finom energetikai szinten történnek a cselekedeteink, és adhyatma, lelki szinten. Bármit, amit teszünk, mindig 3 szinten cselekszünk. Ugyanúgy az aktív és a pihenés is 3 szinten történik. Amikor ember pihen, akkor mi történik? Akkor adibhutam, a test pihen, adidaivam, finom fizikai energetika pihen, gyakorlatilag a pszichika, a tudat, az elme, az intelligencia töltődik fel, és adhyatma, lelki szinten is történnek dolgok, nem mindenféle alvásban, mert van 3 szintű alvás, most ebben nem fogunk belemenni, az majd máskor. Oké. Na nézzük meg az adibhuta a test szemszögből. A test szemszögből mindegy-e, hogyan fekszünk és hogyan alszunk. Nem mindegy. Miért? Mert a testet irányítja a finom fizikai energiák, a testet irányítja a prána, és az elme és a tudatunk. Ezért nézzük meg, hogy akkor kell pihenni a testnek, amikor legjobb pszichikának, ami a legjobb a finom energiáknak, adidaiva energiának, adidaiva szinten, az a legjobb. Na most nézzük meg, mikor legjobb és miért. Kezdjünk azzal, hogy van 3 kötőerő. A 3 kötőerő a következő. Szatva, a jóság, rágyász, a szenvedély, és támasz, tudatlanság. Legjobb, hogyha ember aktív életet él, amikor dominál, főleg a szatva, a jóság. A pihenése akkor legyen, amikor dominál a támasz, a tudatlanság. Vagy mondhatjuk így, a kezdete az embernek az aktív élet, aktív cselekedet kezdete legyen, amikor aktív vagy dominál jóságon, szátva. Utána az átmegy szenvedélybe, rágyaszba, az nem baj, de hogyha mi elindítatunk a napunkat, amikor jóságos energiák uralkodnak, akkor az egész nap lesz jóságban. És amikor estefele, mindjárt megnézzük, hogy mikor, kezd dominálni a tudatlanság, akkor ember már kezd inkább pihenni. Az a legjobb. Ez az egyik szempont. A másik szempont, hogy mit jelent, hogy pihenés, mit jelent, hogy alvás. Hogyha ez a test energiagyűjtés, vagy valami más. A védikus írások szerint a pihenés ez a pszichikai erő gyűjtése. Ember napközben, mikor cselekszik, költi a pszichikai erőt. Vannak stresszes helyzetek, vannak megoldandó szituációk, és kell menni, és csinálni, és kell próbálni megoldani, akkor emberekkel találkozunk, konfliktus helyzetek, gyakorlatilag sok pszichikai erő kezd elmúlni, vagy kiégni, és ember, amikor alszik, akkor gyűjteni fog pszichikai erőt. Ez a legfontosabb. Honnan jön a pszichikai erő? Mi ez a pszichikai erő? Ez az elme. És a nap, mint a bolygó, ő például inspirálja embert költeni az energiát. Gyere, kelj fel, menj, csináljál, érd el a célokat, old meg a dolgokat, és így tovább, és így tovább. Feszültségre hoz a pszichikai erőt, hogy ember költi a pszichikai erőt nap közben. Ez azt jelenti, hogy nap ő nem tud adni pszichikai erőt, hanem ő tud adni energiát, költeni pszichikai erőt, égetni pszichikai erőt. Ezért például a nap közben alvások, azok csak egy ilyen kis rövid pihenésre jók, de például éjszakai alvást kihelyettesíteni nem lehet vele. Miért? Mert az ember pszichikailag nem lesz sose feltöltve. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki nappal alszik, éjszaka aktív, ő egy idő múlva, ez lehet, hogy egy hónapokig tud menni nála, évekig, de elér egy pontot, amikor egy kronikus fáradtságot fog érezni, pszichikai kimerültséget, és valamikor már nem tud meggyógyulni. Ilyen ember sok bajt vonza magára, aki éjszakáként ébred és későn kell napközben. Betegségek, szerencsétlenségek, autoimmun betegségek, sok mindent fog magára vonzani. Ez történik. De most nézzünk, mi a megoldás, mi a pozitív. Az asztrológia, vagy Jyotiṣa, vagy Parashara Horashastra, ezek az eredeti asztrológiai írások, arról beszélnek, hogy Parashara Muni, egy szent írta az asztrológiai írást, a Jyotiṣt. Azt mondja, hogy a hold olyan energiát kibocsátja, ami irányítja a pszichikánkat, az elmét irányítja a hold. És a hold éjszaka aktív, inkább este kezd lenni aktív. És ahhoz, hogy ember egészséges legyen, hogy ez a finom energiák, amiről már beszéltünk, adidaivika vagy adidaiva, szinten tudjunk pihenni, ahhoz fontos, hogy kapcsolatban legyünk a holddal. És a holddal ember kapcsolatban lesz, amikor lefekszik aludni, amikor aktív, akkor nem annyira jó ez a kapcsolat a pszichikának, mint egy feltöltődésre. Nem tud feltöltődni holdkor rendesen, valamennyire igen, de rendesen nem tud. Ezért általában a hold este délután 6 órától, még hogyha látjunk, vagy nem látjunk az égen a holdot, akkor is már aktív. És ezért a védikus írások azt mondják, hogy ez az időszak, hogy csatlakozunk a holdra, mert mikor mi rácsatlakozunk a holdra, és alszunk, és a mi pszichikánk fog pihenni, feltöltődni pszichikai erővel, ezzel a finom adidaivika energiával. Ez bizonyos időszakban, napszakaszán lehet csatlakozni rá, mint a wifi-re. Ez a 6 és 22 óra között. Hogyha ember 6 óra akkor fekszik aludni, 6 után, és akkor 6 és 9 között 1 óra 2-nek megy, képzeljétek el. Próbáljátok ki, ezeket nem mesék, ez ellenőrizhető. Ezek a törvények, ez a tudomány. A tudomány az azt jelenti, hogy bizonyítható kísérletekkel. Próbáljátok ki egy hétig, vagy egy pár napig feküdni 6 óra, 6-7, akkor fogtok érezni, hogy hihetetlen kipihentek lesztek, mert a pszichika fog jól kipihenve érezni magát, és ezért látjátok, és minden test így működik, minden pszichika, csak fordítva élünk az életet, és akkor itt vannak a bagolyok, de nincs bagoly. A védikus írások tanítanak, hogy nincsen ember bagoly természetű. Ha inkább úgy csinálj, így lehet bagoly, hogyha valaki lefekszik aludni korán, és jó, akkor 1 órakor, 2-kor keljen, az nem probléma. Az jó, lehet 1-kor, 2-kor kelni, hogyha 6-kor valaki lefekszik. De még egy érdekes dolgot szeretnék elmondani. Mikor kell kelni, mi a jó a kelés, legkedvezőbb. És itt is a didájvika. A kelés megint jó, ahogy már mondtam, szátvaguna, az a jóság kötőerő, mikor dominál, és van különleges finom és a lelki energiák, amikor aktívak, és ez úgy hívják, hogy Brahma-muhūrta, ezt az időpontot, ez 2x40, legyen kerekezve, 2x45 perc. Ez mennyi? Ez igen, ez 90 perc, ez körülbelül napkelte előtt 1,5 órával. Abban az időszakban lehet 1,5 órával napkelte, vagy ebből időszakban 1,5 órától napkelteig lehet felkeltni, ez a Brahma-muhūrta. Így nagyon legpozitívebb, legjobb energiák, és legtisztább. Ez ember, mikor felkel, és még mondja, mit kell csinálni, vagy van egy ilyen csodálatos szentírás, Hari Bhakti Vilász, amit mondja, hogy Brahma-muhūrta utáján, Krishna Krishneti kirtáján, Pralakshapani pádocya, Danta Davanam acsaret. Amit azt mondja, hogy Brahma-muhūrta utáján, kelni kell embernek Brahma-muhūrtában. Lehet Brahma-muhūrta előtt, szóval napkelte előtt. Vagy lehet mondani, hát mikor van Brahma-muhūrta? Meg lehet kérdezni, hát mikor van Brahma-muhūrta? Honnan tudhatom? Én nem vagyok asztrológus. Képzeljétek el, Isten nekünk mindent megcsinálta, ez a világ tökéletes. Kakas, amikor énekel, kukorikol, ez a Brahma-muhūrta. Persze városban vagyunk, mű életet élünk, de faluba, aki lakik, menjetek el faluba egy pár éjszakára, és fogtok látni és hallani, hogy Brahma-muhūrtában kakas énekel, általában ő a ébresztő. Hányszor énekel kakas? Ki tudja? Igen, 3-szor. 3-szor snooze, tudjátok, ez az ébresztő, mi 3-szor szól. És kakas mondja, amikor első ének, akkor mondja, na most legjobb időt felkelni, a másodjára énekel, azt mondja, még nem vagy elkésve, nyugodtan kelj fel most. A harmadjára azt mondja, most kelj fel, mert el fogsz késni a Brahma-muhūrtától. A kedvező idő szakaszban felkelést el fog késni. És utána mondja, Krishna, Krishneti kirtáján. Az azt jelenti, hogy imádkozz el Istenhez. Mondd el, énekelj el, dicsőj, magaszd el Istenedet. Hogyha akarsz, akkor csak mondd meg, Hare Krishna. Hogyha más tradícióban gyakorolsz lelkéletet, akkor mondd meg dicsőség az Úrnak, Jézusnak, Allahnak, Jahavának. Csak dicsőj meg Isten. Akkor azonnal a tudatot lelki szintre kerül abban a pillanatban. Akkor utána mondja, Pralakshapani pádocya, mosd meg kezed, lábát, maradjon, fürüdj meg, és Danta Davanam, az azt jelenti, hogy fogmosás. Ez minden, megmondja. Először kell megdicsérni az Urat, utána menni, fürödni, fogat mosni, fürödni. Röviden ennyi, szóval nem léteznek bagolyok, inkább akkor korán akarsz éjszaka dolgozni, de akkor ne fordítva legyen, estéről, délutántól elmész éjszakába, inkább feküdj korán, kelj korán, nem baj, 1 óra, 2-kor, vagy Brahma-muhūrtába, napkelte előtt, és cselekedj. Az jobb, mint fordítva csinálni, reggel aludni, mert akkor te elalszol ebbe az időbe, Brahma-muhūrtába, amikor jóság, akkor felkelsz, akkor már először későn feküdtél, akkor nincsen pszichikai rendben, még nem keltél jó energiák dominált időszakban, akkor nem vagy olyan produktív, nem leszel olyan éles tudatod, nem lesz lelki szinten a tudatod, nem lesz jóságos, és akkor csak karma szerint haladsz, és még sok-sok hibát csinálsz, és több karmát csinálsz magadnak. Próbáld ki, és utána írjál kommentbe. Elmeséltem az adhyátmika szintet, hogy hogyan működik a pihenésünk finom energetikai szinten, pszichika, elme, hogyha kíváncsi vagytok, a test hogyan reagál erre, amikor időbe fekszünk, és miért jó akkor feküdni, mikor a pszichikának jó, írjátok kommentekbe, és hogyha összegyűlik bizonyos pár komment, hogy kíváncsi vagytok egy ilyenre, hogy a test hogy működik, akkor nagyon szívesen következő videóba azt elmondom. Köszönöm szépen, szép napot kívánok! Hare Krishna!